Üdvözöllek benneteket a kémia téka óra első óráján, amelyben az optikai izomériát fogjuk megtanulni. Izomer molekuláknak hívjuk az azazos összeképetű, de eltérő molekula szerkezetű molekulákat. Az izomériának már számos formáját ismerjük, egy picit rendszerezzük. Tehát az izoméria jelenségek közül nagyon fontos az úgynevezett konstitúciós izoméria, a másik pedig a T-izoméria, idegen szóval sztereoizoméria. Tér vagy sztereoizomériának az egyik fajtájáról már tanultunk, a geometriai izomériáról, más néven cis-trans izomériáról. Geometriai cis-trans izoméria. A másik, a térizoméria másik fajtája, az optikai izoméria, és erről fogunk ma tanulni. Most felteszek négy kérdést, állítsd meg a videót, és mielőtt tovább mennél, válaszolj ezekre. Mondd el, légy szíves, hogy milyen molekulák egymás konstitúciós izomerei, és ezeknek hasonlítsd össze a fizikai és kémiai tulajdonságaikat. Különböznek, hasonlítanak. Mik a harmadik kérdés? Mik a feltételei a cis-trans izoméria kialakulásának, és ugyanígy hasonlítsd össze a fizikai és kémiai tulajdonságait. Ha megválaszoltad, akkor folytassuk együtt tovább. Az optikai izoméria olyan molekuláknál alakul ki, amelyekben van úgynevezett királis szénatom. A királis szénatom egy olyan szénatom, amelyhez négy különböző atom vagy atomcsoport kapcsolódik. Most ezt ezzel modelleztem. Például ehhez ugye kapcsolódik egy fehér, egy zöld, piros és egy kék féle csoport vagy atom. Tehát a királis szénatom ezek szerint mindig csak telített szénatom lehet, hiszen négy egyszeres kötésben kell, hogy legyen, és plusz feltétel, hogy ez a négy csoport, ami hozzá kapcsolódik, az különböző legyen. Legyen ez a konkrét molekula a tankönyvben is szereplő molekula, a fluor-klór-bróm. Próbálom a tetraédert picit ábrázolni. Molekula. Ha van a molekulában egy királis szénatom tehát, akkor a királis szénatom körül a négy különböző csoport elhelyezkedése kétféle lehet. Megállapítható ekkor, hogy a két molekula az csupán abban különbözik egymástól, hogy a szénatomok körül milyen az elrendeződése ennek a négy csoportnak, és hogyha egy ilyen királis szénatom van a molekulában, akkor kétfajta elrendezés lehetséges, és ez a két izomer, ez tükörképi párja egymásnak. Ez azt jelenti, hogy most megmutatom, tehát tükörképi párja, és egymással fedésbe nem hozható. Például, hogyha most összerakom, hogy fedje egymást a zöld és a fehér, akkor látod,
hogy nem fedi egymást a két kék. Ugye? Tehát semmiképpen nem tudom úgy forgatni, vagy például összerakom a pirossat, akkor látjuk, hogy ismét csak nincsenek fedésbe egymással, tehát itt a kék van, itt pedig a fehér molekula. Az ilyen optikai izomerejeket, amelyek tehát tükörképi párjai egymásnak, enantiomereknek nevezzük. Na most ezt rajzoljuk is tehát le. Tehát például, ugye ez egy királis szénatom. A királis szénatomot egy kis csillagocskával fogjuk jelölni. Itt is bejelölöm. Tehát ennek rajzoljuk le a tükörképi párját. Hát nagyjából így, a tankönyvben jobban tudod látni. Jó, tehát még egyszer. Mi a hasonlóság ebben a két optikai izomerben? Hasonló az összeképletük, azonos az összeképletük, azonos a konstitúciójuk, vagyis a szerkezeti képletük. Egyetlen egy dologban különböznek egymástól, hogy a királis szénatom körül az egymáshoz közvetlenül nem kapcsolódó atomok, atomcsoportok hogyan helyezkednek el egymáshoz képest. Ha ez a két molekula ugye tükörképi párja egymásnak, akkor enantiomernek hívjuk. Na akkor nézzük, milyen fogalmak voltak. Tehát a királis szénatom körül konfigurációnak nevezzük az egymáshoz közvetlenül nem kapcsolódó, az egymáshoz közvetlenül nem kapcsolódó négy különböző atom vagy atomcsoport egymáshoz viszonyított térbeli helyzetét. Tehát konfiguráció az egymáshoz közvetlenül nem kapcsolódó négy különböző atom vagy atomcsoport egymáshoz viszonyított térbeli helyzete. Jó, és a másik az volt, hogy tehát, hogyha van egy ilyen királis szénatom, ha egy királis szénatom van egy molekulában, akkor ez az elhelyezkedés kétféle lehet, és ezek a molekuláknak a térszerkezete, tehát ezek a molekulák egymásnak tükörképi párjai. Enantiomerek. Tükörképi párok.